Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és összegyűjtöttem megint pár pekket, és itt vagyunk a kvarezsmás videó, úgy értem a Road to Kvarezsma következő részében, ugyanis a lájkok és a hozzászólások alapján azt vettem le, hogy szeretnétek még ilyen videókat, úgyhogy itt is vagyunk. Hát most nincsen annyi pek, most 23 darab van végül is, az sem olyan kevés, akár még meg is lehet az még ebben a részben a kvarezsma. Bár azért ahhoz nagyon nagy szerencse kéne. De nézzük is akkor a pekeket, szerintem nem húzom tovább a szót. Annyit még elmondok, hogy ettől a résztől én azt várom, hogy megint adjon minimum 6 darab tokent, az jó lenne. Megint adna egy 6 darabot, illetve játékot is adhat, igazából quixelt érnének számomra, hiszen már megvannak a játékosok. És azért mégiscsak ők többet érnek, mint egy ilyen 4000-es pixel, úgyhogy ők is jöhetnek igazából. Hát de nézzük az első packet. Már nyitódik is, és az első pack nem tartalmaz mást, mint 25000 pixel. Nézzenek oda! 25000 pixel az első packben. Nem hogy csak ez a legnagyobb nyitásom eddig, ezekből a packekből, hanem még jó is, tehát konkrétan jó. Na, ezt már szeretem. Nézzük a következő packet. Nem vagyok, hogy ad egy játékost és 3000 coins. Nyilván megint egyébként fog adni egy csomó quixel coins-t. Csak most jó lenne, hogyha elmadna annyi 2500-asot. Jó, hagyjuk. Ez az első, oké. Ez az első 2500-as, többet nem fog adni. 4000 coins. Nem rosszak egyébként a coins-ok sem, mert... ott a token, nagyszerű, mert most éppen gyűjtök egy Bonucci-ra, egy 93-as Bonucci-ra, ő még ide a védelmembe elkéne. Oppá, egy lens, egy 88-as lens. Ő már nem ér sokat, max egy 25000, tegnap annyi volt, lehet, hogy ma már csak 20000, de mondtam, mint a Quixel token lenne, és egy 20000-es Quixel token nem rossz, nem? Szerintem egyébként. Úgyhogy bármikor jöhet, 20000-25000 coins, tökéletes. Szóval a védelemben egy Bonucci jó lenne, illetve egy Koulibaly-n is elgondolkodtam, egy token az jó, csak Koulibaly az nagyon drága, tehát 1.200.000 coins, a 94-es változata, 92-es az meg 1.800.000, tehát what the fuck. Jó, egy most után 3 token. Vagyis hát nem egy most után csak 2, viszont... eléggé jól adta most a tokeneket ez a pár darab pack, úgyhogy meg lesz talán a 6 darab. Ott a negyedik is! Na, ez az gyerekek, talán ez is egy sikeres videó lesz. Megkaptunk egy játékost, és most már csak igazából tokenek kellnének. 2500 coins. Nagyon jó. Ez mi volt ez a kis töltés? Ott az ötödik token is, ez az. Már csak egy kell, és szerintem 11 packből biztos, hogy fogad még egyet. 5000 coins az nem rossz. Hú, viszont az nagy égés lenne, hogyha nem adna. 4000 coins. És most nem is ad annyi 2500-asat, tehát az is már pozitívum. És ott a hatodik. A mai cél is megvan, gyerekek. Meg lesz kvarezsma. Meg lesz kvarezsma. Bruma. Ott van Bruma, ott van Bruma. Eddig talán még ez a legjobb pack opening videó, amit fölvettem. Jó van, nyilván a tegnapi Snyder az odabaszós volt, de így a körülményeket tekintve ez a legjobb. Most nagyon örülök, mert jól adja a dolgokat ez a pack opening. Nézzük, és még egy Celebration token, ott a hetedik gyerekek, ott a hetedik. Lehet, hogy akár még meg lesz kvarezsma ebben a videóban. Hogyha most adna még kettő, ott van még egy darab kell, gyerekek. Asszem. Aztán lehet, hogy még kell egy pár, de hogyha jól tudom, akkor egy darab kell, mert összesen 9 darab kellett. Úgy zártuk le az előző videót, és nem fogja megadni. Gyerekek, nem fogja megadni. Utolsó pack. Na nézzük. 3, 2,
Egy! És nem adott meg. Éreztem, hogy nem fogja megadni. Ez már túl szép lett volna. Na nézzük, hogy állunk. Lábakon nyilván, de a plánre gondolok. 18/29. Várjunk. Mondom, hogy be fogok égni. Mit számoltam, te jó Isten? Várjunk csak. Előző ilyen videóban azt hiszem, hát most vagy 9, vagy 11 darab token hiányzott. De ezek szerint 11. Én valamiért úgy voltam, hogy 9, de akkor nem. Na jó van, srácok, nem baj, így is jó. Azt annyit még megnézünk, hogy mennyi coins jött össze. Bakker, gyerekek, ez nagyon jó, ez a videó, nagyon jó. 43.000 eddig, plusz még 16.000, az már egy 59k, és még 7500, 66.000 coins körülbelül. 66.000 coins jött össze a quicksellekkel. És még itt van nekünk egy bruma, meg egy lens. Azokat megnézzük, hogy mennyit érnek most jelenleg, jelen pillanatban. 88-as. Jól van, lens, hát nyilván nem annyit ér, jó is lenne egyébként. Nézzük meg, hogy 17k. Jól lement az ára, jól lement az ára. Viszont még ez is nagyon jó. Akkor lenszet felrakom egy 16.000-be, vigyék el gyorsan, mondjuk most, na mindegy, vigyék el 16.000-be. És akkor megnézzük még brumát is, hogy most mennyibe megy jelenleg, hát remélem, hogy egy 50k-ba még megy, viszont annak nem tudom, hogy kell írni a nevét. Armindo Tuinabanga. Szép név. Én biztos nem adnék ilyet a gyerekemnek. Nem adnék ilyet a gyerekemnek. Armindo. Viszont 30... Oppá! 29k-ba fönt volt egy bruma. Viszont nem hiszem, hogy ennyi megy. Szerintem valaki ezt lesznájpolt rendesen. Jaja, 51k, 47... Jó, 47k. Teljesen korrekt egyébként. Tegnaphoz képest egy 20k-t lement, de nem baj. 47.000 felrakjuk. 45.000. Na gyerekek, ebben a videóban összeszedtünk 130.000 coinst körülbelül, amit szerintem teljesen korrekt, nagyon király, plusz még jött egy csomó celebration token, és már csak 3 darab kell a 94-es karezsmáig következő részben, ami hát lehet, hogy holnap lesz, sőt biztos, hogy holnap lesz, mert ma még össze fogok szedni kb. Egy olyan 3 darab packre valót, és nem hiszem, hogy ez a 3 pont adná 3 tokent, úgyhogy majd holnap kipróbáljuk a 94-es fucking kvaresmát. Na, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Martin voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok! We'll be right back.